Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál meg annyi programmal 4 napon keresztül várja a helyieket és az ide látogatókat. Ebben a 4 napban mind a családok, mind a gasztronómia az ínyenséget kedvelők, illetve a zenei produkciókra, koncertekre vágyók meg fogják találni a nekik való ínyenségeket, megfelelő helyszíneket. Alapvetően a Béla Király téren kerül felállításra a nagy színpad, ahol ezen a 4 napon át mind a helyi kiváló zenekarokat, együtteseket, csoportokat, mind sztárvendégeket fogadhatunk. Egy-két nevet azért elmondanék a kedves nézőknek, hallgatóknak: Magna Cum Laude, Szekeres Adrien, Horváth Tamás, Király Viktor, és emellett sok-sok partizenekar és sok kiváló helyi csoport is, ahogy említettük, látható lesz. Nincs Pünkösdi Fesztivál kiváló ételek nélkül. A hagyományos helyen, a Béla Király téren egy nagy gasztrosátorban, a szekszárdi vendéglátó kerekasztal készül, rendkívül változatos ételvilággal. A hal és vadételek mellett megjelennek a hagyományos régebben svábsághoz vagy egy Pünkösdi Fesztiválhoz kötődő ételek, mint a csülök és különböző más finom húsételek. Italkínálatban sem fogunk szűkölködni, hiszen 4 kiváló szekszárdi pincészet kínálja a borait, emellett természetesen minden más ital is, koktélpatika, kávézók és más kínáló cégek által megjelennek a téren. Nincs Pünkösdi Fesztivál gyermekprogramok nélkül és vidámpark nélkül, újra hagyományos helyszínen a Garai téren, illetve pontosabban a Szent István téren, egészen a Vosinszky-Mór megyei múzeumig fognak kitelepülni ezek az egységek, de ugyanúgy helyszín lesz a Vármegyeházának a Folyosó Galériája és kertje is, ahol kiváló kiállítások zajlanak. Itt is már csütörtökön Retkes Tamás fotográfus gemenci témájú, ez is egy hagyományos rendezvény, kiállítását fogjuk megnyitni. A kiegészítő programok közé tartozik a Vármegyeháza kertben május 18-án szombaton a Tanya udvar és Vásári forgatag játszópark, illetve 19-én és 20-án a Mosoly udvar népi játszótér. A kulturális központban 20-án pedig Tolna vármegyei Pünkösdi vigasságokat rendeznek. Az igazgató megköszönte a szekszárdi önkormányzat és a helyi lokálpatrióta vállalkozások támogatását is. A kulturális központ azonban a Pünkösd után is nagyszerű programokkal készül az érdeklődők számára. Épp hogy a Pünkösdi Fesztivál lezajlik, ugye amelyik május 17-től 20-áig tart, néhány napon belül következik újra az az esemény, amelyet nagyon vártak már a szekszárdiak. A Hári János Mesefesztiválról van szó, amely utoljára 2019-ben valósult meg városunkban. Régi vágyunk volt, hogy ezt visszahozzuk, hiszen gyermekeknek, iskoláknak és Szekszárd egyik jeles alakjának a hagyományát szeretnénk újra feleleveníteni. Ez a mesefesztivál ugye Hári János nevét viseli, és a korábbi években megszokhattuk, hogy mindig egy-egy tematikus mesevilág köré szövődött. Ebben az évben az állatmesék lesznek a porondon. Egy olyan témát adtunk meg iskoláinknak, óvodáinknak, amely azt gondolom minden gyermek lelkéhez, szívéhez közel áll, és ezen a következő hétvégén, amely egyben a gyermeknapot is magában foglalja, itt nagyon sok olyan produkció valósulhat meg, amely ezeknek a gyermekeknek köszönhető. Akik jártak ezen a fesztiválon, tudják, hogy a Babits Mihály Kulturális Központ környékén tud megvalósulni. Itt igazából a Fasor területén, a múzeum és a művészetek háza és a Babits közötti területen, illetve a 160 lakásos előtti, most már zöldváros kapcsán megújult téren. 2 napon át rengeteg népi játszó, színpadi produkció, gyermekzenekar, iskolai meseverseny győzteseinek a fellépése, és lesz egy kiváló fényfestés is, ahol szintén az állatmesék kapták meg a fő tematikát. Ebben a gyerekeknek is aktív szerepe lesz. A május vége sem jelenti ennek a fesztivál szezonnak a végét. Egy picit más jellegű programra szeretném felhívni a foci rajongók figyelmét, ugyanis júniusban következik egy nagy világesemény, a labdarúgó Európa-bajnokság. Június 14-e és július 14-e között 30 napon belül 51 mérkőzést láthatnak a foci rajongók, és ahogy talán ismét sokan emlékeznek, korábbi években is megvalósult Szekszárdon is az, hogy a szurkolói bázist épített ki a Babits és több más partnere a Garai téren, ez idén is megvalósul, úgyhogy egy több mint 500 fő befogadására alkalmas szurkolói sátrat, egy szurkolói bázis fogunk létrehozni.
támogatóinak, szponzorainak köszönhetően beszerzésre kerül egy hatalmas nagyméretű LED fal is, ahol a legjobb minőségben látható majd valamennyi mérkőzés. Ehhez vendéglátás, sok-sok árus és egyéb más kulturális programok is fognak csatlakozni.